Az alsóbb légutak leggyakoribb problémái jelentkezhetnek a tüdőben, illetőleg a tüdőt körülvevő környezetben. Amennyiben a tüdőt körülvevő mellőri szerveknek a problémájáról van szó, általában a klinikai tünetek vonatkozásában nagyon hasonló lehet a tünet, nevezetesen légszomj, nehezített légzés, pumpáló, felgyorsuló légzés hívja föl a figyelmet a probléma jelentkezésére, néha köhögés, illetőleg a légutakból történő váladéknak a űrülése figyelhető meg. Amennyiben a mellüregben bármilyen idegen anyag, legyen az genny, vér, gyulladásos izzadmány, bármi egyéb kerül, abban az esetben ez a tüdő összenyomatásához vezet, illetőleg a tüdő normális tágulásához, szűkülésének az akadályaként szerepelhet, ezért annak a folyadéknak a minél előbbi eltávolítása szükséges. Természetesen ezt a diagnózis kell, hogy megelőzze, rendszerint egy jól irányzott röntgennel igazolható a folyadéknak, esetenként pedig levegőnek a jelenléte a mellüregben. Amennyiben egyértelműen igazolható, hogy a folyadék vagy az egyéb idegenanyag az a tüdő állományán belül található meg, a leggyakoribb problémák közé a tüdő ödémát vagy másolyan tüdővizenyőt soroljuk. Ilyenkor a tüdő vérkeringésének a zavara következtében egy pangás alakul ki a tüdőben, a tüdő léghólyagocskákban, az alveolusokban folyadék halmozódik föl, és így módon a tüdő légzőfelülete jelentősen csökken. Ugyanúgy, ahogy embereknél, a tüdő ödéma nagyon-nagyon veszélyes állapot, nem ritkán az állat fulladásához vezethet, hogyha ezt időben nem észleljük és nem gyógykezeljük, ezért a vízhajtók adása és az intenzív terápia mellett nem ritkán oxigén terápia alkalmazására is szükség lehet, és amennyiben az állat soktalanítása megtörtént, a tüdő ödémának a csökkentése már hosszú távon a gyógyszeres terápia részét képezheti. A tüdőben zajló folyamatok sajnos nem ritkán előforduló, nagyon veszélyes, végzetes és kilátástalan esete a tüdő daganat jelentkezése. Ilyenkor tüdő daganatok jelentkezése esetén a röntgenen kisebb vagy nagyobb kiterjedésű foltok, pelyhes elváltozások, úgynevezett sugárfogó árnyékot adó képletek jelentkezése figyelhető meg, és amennyiben ez a probléma előre haladott állapotot mutat, és az állatok klinikai tünetei is indokolják, sajnos az állat végleges elaltatása is szükségessé válhat. Összefoglalásul elmondható, hogy az alsó légutakban jelentkező problémák közül mind a tüdőben, mind a tüdőt körülvevő közegben jelentkezhetnek enyhébb vagy súlyosabb ártalmak. Ezeknek a klinikai tünetei rendszerint a nehezített légzés, a felgyorsuló respiráció, illetőleg esetenként a váladék ürülése a légutakból. Hogyha ilyen klinikai tüneteket tapasztalunk, minél előbb forduljunk állatorvoshoz, hiszen az időben végzett diagnózis és a megfelelő terápia beállítása az állat életét megmentheti.